Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik hallotok és láttok minket. Bemutatom beszélgető társamat, Szentes Róbertet. Szia, Robi! Néhány hónap eltelt, mióta beszélgettünk itt a videóban, és azóta jó néhány videódat megnéztem, és követem a videóidat, mert mindegyik ad nekem valamit. És mindegyikben, ha úgy leszűrném igazából a lényeget, mindegyikben elmondod, hogy ez egy alap, hogy tisztítsuk ki a konfúziónkat, mármint az elmét, és az múlt traumáitól gyógyítsuk meg magunkat. Tehát ez egy alap. És ez nekem nagyon tetszik, és nagyon felcsigázott, annál is inkább, mert elmondott, hogy ez egy alapkövetelmény, ahhoz, hogy eljussunk egy olyan zónába, amit talán mondhatnám, hogy a tudatosság kapujában megérkezünk, egy kinyíló tudatosság vezet bennünket, és azt is elmondod, hogy találkoztam ezzel a kifejezéseddel, hogy a krisztusi tudatosság, mint egy zöld kapu, és itt szeretnélek megkérni arra, hogy vezess végig bennünket ezen a tudatosság útján az alapoktól kiindulva, mit tudsz erről, mit jelent ez neked? Szia! A tudatosság egy nagyon érdekes szó, mert nagyon sok mindent jelent, de egy alap szinten azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mi eszmélen teremtő erővel bírunk, és a mi belső gondolataink a külvilágba anyaggá válnak, azaz fizikai tapasztalatokká és fizikailag érinthető tárgyá válnak. Az ember az az egyedüli lény, aki a gondolatával fizikai anyagot tud teremteni, és a kérdésedre válaszolva itt az a kihívás, hogy nagyon sok olyan gondolatunk van, ami olyan anyagot termel, ami nekünk nem tesz jót, ami nem jó. Tehát a sok betegség, a sok rossz indulat, a külső káosz, amit a mai világban látunk, az is ezek a gyógyulatlan és meg nem oldott gondolatainknak így a lerakódása és a megjelenése, azaz a manifestációja. Nagyon hosszú válasz természetesen, tehát ki fogok emelni bizonyos részeket erről, hogy mi ez a krisztusi tudatosság. Annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy a krisztusi tudatosságnak nincs köze, nem, ez nem vallás, nem arról szól. A krisztusi tudatosság az egy elmei tisztaság. Minél tisztább az elménk, annál nagyobb és őszintébb és sikeresebb teremtő erővel bírunk. A krisztusi tudatosság az egy szint, egy tudatossági szint, ahol már jobba vagyunk a világgal, ahol már jobba vagyunk másokkal, ahol jobba vagyunk magunkkal, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek csak múzsacsókokat szórunk meg, tehát nem egy ilyen bárgyú világ, hanem egy nagyon kemény világ olyan szempontból, hogy nagyon kimondjuk az igazat. Tehát én is, mint egy coach és mint egy tanár, coachokat és terapeutákat képzek már 13 éve, nekem az a dolgom, hogy egy nagyon tiszta, egy idézőjelbe szeretett helyből kimondjam az igazat, azáltal segítsek az embereknek. Annyit szeretnék még mondani, mielőtt folytatjuk a beszélgetést, hogy a krisztusi tudatosság az három fő dolognak a harmóniája. Az egyik az, hogy amit gondolunk, akkor a szándékunk és a cselekedetünk egybe, ez az összhangba kell, hogy legyen. Tehát a gondolatunk, a szándékunk és a cselekedetünk összhangba kell, hogy legyen. Na most ez nagyon egyszerűen hangzik, mert de nézd meg, hogy tudod, valaki valamit megígér. Ó, persze, ezt én majd megcsinálom. Kicsit az ember akkor feljön valami félelem, akkor már találunk kiskapukat, akkor az ego hisztizik, és kibújunk a felelősség alól. És azért fontos, azt, ahogy te is mondod, a kókuszdiót, az elménket kitakarítani, mert amíg az nem igazán tiszta, ez a fő szó itt, hogy igazán tiszta, addig mindig találunk egy kiskaput, és mindig szabotálni fogjuk a sikereinket. Igen. Mindig eltűnődöm a szavaidon, és nagyon mélyen elgondolkodtad tényleg. Ennek aspektusai ugye bizonyára, hogy vannak, hogy rávilágítanál arra, hogy amíg eljut valaki ide, mert nyilvánvaló, hogy el lehet jutni. Az emberek nagy része ugye
ezt nem hiszi el, vagy nevetségesnek tartja, de milyen aspektusok vannak itt az úton, amikor haladunk, mielőtt egy kicsit rávilágítanál? Igen. Ugye különböző létszintek, az jut eszembe, hogy itt vannak ilyen létszintek, amihez attól függ, hogy hova vannak bekötéseink, és annak megfelelően a tudatosság. A létszint az mit jelent? A létszint az, hogy tehát milyen tudatállapotban van valaki, a tudata mennyire tiszta, ugye ezt hogy nevezik. Értem, jó. Szeretnék arról beszélni, hogy ez miért fontos a krisztusi tudatosság, mert amikor megértünk valaminek a miértjét, akkor egy kicsit, akkor már bevállalunk dolgokat. A legtöbb probléma onnan jön, hogy valamit csinálunk, de nem látjuk annak a végeredményét, vagy nem értjük a miértjét. Ahogy most emelkedik a Föld, azaz korrigálok, a Föld már megemelkedett 2012-ben 5. dimenziós frekvenciákra, és most az emberiségnek kell emelkedni. Azért van ez a nagyon sok fájdalom, azért van ez a nagyon sok diszonancia, ez a sok agresszivitás, ez a sok szorongás és félelem, mert már nem vagyunk összhangban az emelkedett, nem vagyunk még összhangban a Föld emelkedett frekvenciájával, és az az elvárás az égiektől, hogy emelkedjünk mi is, ami annak a függvény, hogy kitakarítjuk a belső világunkat, az elmét, a traumákat és a konfliktusokat, és akkor ennek van egy nagyon precíz struktúrája. Nagyon sok lépcsőfokból áll ez. És a miértje ennek az, mert aki tényleg emelkedni akar, a belső régi traumák ellen fognak ennek állni, és fizikai betegséget, kapcsolatbeli problémákat, anyagi problémákat okoz, ami minket lefoglal, és nem tudunk igazán emelkedni. Tehát ez most már oda jutott, Marci, hogy ez már egy élet-halál harc. És ez mindig őszintén megmondom, ez egy kemény dió. Tudod? Ez nem vicc. Aki ezen nevet, az két oknál fogva nevet. Vagy egy nagyon alacsony tudatosság elfoglalta az elméjét, és az uralkodik, vagy pedig szándékosan a teremtő és az égek úgy tették ezeket az embereket be, hogy NPC-k, ez a non-player characters, tehát ilyen háttérszínészek, hogy az általuk feljövő butaság, ostobaság, bosszantás, ami bennünk feljövő negativitást mi meglássuk, integráljuk, és felül tudunk kerekedni. Tehát igazán egy akadálypályának egy szerves részei. Nagyon sok rétegből áll a tudatosság és az annak a képzése. És ennek a lépcsőfokait nagyon kevesen szisztematizálták, és nagyon kevesen tudták úgy átadni, hogy az emberek tényleg azt mondják, hogy okay, értem már. Persze e mögött is ott van több tízezer lépés, meg még több tízezer lépés, tehát azt tudni kell, hogy ez nem egy... Ez tényleg egy nagyon érdekes, nagyon kemény kiképzés, viszont. És itt van egy másik miértje. Nem csak az, hogy így fogjuk csak túlélni az új világot, hanem így leszünk igazán megvédve és védelembe. Nagyon sokunkat, engem beleértve még annó, nagyon erősen traumatizáltak. A traumákban, csináltam a videókat is, 14 típus van, és mindegyik típusból akár több ezer is létezik. Egyik a másikba kicsit átfolyik, olyan, mint a dominó sorok, hogy úgy nagyon érdekes, egy ilyen kicsit ilyen zavaros alvilágot teremt bennünk, viszont a traumák alatt van az igazi életcélunk, ott találjuk csak meg igazán a mi hivatásunkat, küldetésünket, az igazi üzenetünket, és minél üresebb az elménk, Marci, annál nagyobb felelősséget jó értelembe kapunk az új földön. Tehát minél üresebb az elme, annál feljebb van valaki rezgésben, és annál inkább mentorálhat, és kócsa lehet azoknak, akik még nem ott tartanak. Ez kócsok nélkül nem megy. Tehát ezt nem lehet, mint egy célt kitűzni, hát valamikor vagy megjelenik az ember életében, ugye? Tehát nyilvánvaló, hogy egy folyamatos munka kell, de nem az, hogy várakozunk csak, és majd történnek a dolgok, hanem igenis be kell állni talán az erőnkbe, nem? Abba
a kapcsolódást talán elveszítettük az igazi, való eredetiségünkkel, mint hogyha az lenne, hogy visszatalálni oda az eredetiségünkhöz. Talán ez lehet a gond. Igen, az eredetiségünknek viszont van olyan definíció, amit mi mindig félrefordítottunk eddig. Az eredetiségünk az a mennyei tisztaságunk. Az az isteni tisztaságunk, az isteni erőnk, és ezt a bennünk lévő ego programok, a traumák, a meg nem oldott konfliktusok gyengítik, sokszor le is rombolják. Tehát a mi eredetiségünk csak is a belső munka, azaz az elme tüzetes és nagyon precíz kitakarítása után jöhet. Hát szunnyadó Krisztusok vagyunk tulajdonképpen. Igen. Tehát bennünk van, tehát úgy érzem, hogy nem vagyunk elzárva valamitől, de mégis ráborul egy, mint egy fátyol a tudatunkra ez a sok minden, amiket ugye említesz az előző videóidban, és nem elég az talán az, hogy a fókuszunkat oda helyezzük az a mennyei tisztaságra, hanem ahhoz még először meg kell tisztítani ezt az elmét, ezt a lényünket annyira, hogy tudjunk kapcsolódni. Igen. A valódi lényegünkkel. Igen, egy nagyon nagy tévhit az embereknek, hogy belülök tiszták. Nem. Ez olyan, mint mondjuk eljön a tavaszi nagy takarítás ideje, mi leülünk, meditálunk, és azt hiszük, hogy meg van oldva. Nem. Ki kell a seprűt, a parkfé, és a felmosót, tudod, mi ki kell vinni az bútorokat, tudod. Tehát a fizikai munka nélkül, a technikák alkalmazása nélkül, a precíz munka nélkül gondolni rá az nem elég. És itt nagyon elakadt az emberiség. De és ezt mindig erősítem, nyomatékosítom, hogy ehhez eszméletlen profi tudás kell, és eszméletlen sok technika kell, és minden pici elakadásnak, a negatív érzésnek, ami bennünk feljön, azt meg kell, hogy mondjam, le kell bontani, hogy ennek mi a jelentés, és technikákkal, több technikával egyszer meg kell oldani. Ezáltal mi megyünk föl rezgésbe, ezáltal a törzsfejlődés útján járunk, ezáltal mi jó irányba járunk, és akkor be tudjuk válni azt a felelősséget, amit mi a lélekszerződésbe bevállaltunk. Az emberek azért vannak ilyen rosszul ma, mert nagyon sok olyan ismeretlen háttértörténet van, amikbe ők nem vagy nem vettek részt, vagy úgy érzik, hogy kudarcot vallottak. A lélekszerződésünk ott van több tízezer ígéret. És az egyik ígéret az, hogy mi meggyógyítjuk magunkat, és kitakarítjuk a kókuszdiót. És ez már az első, a több tízezerből, ez olyan szinten még hozzá se kezdett a legtöbb ember. Sokszor egy élet is kevés hozzá talán, ugye? Hát nagyon sok életen át már ezt csináljuk, csak nem voltak olyan mentorjaink, akik igazán egy, vagy tudták volna a receptet, másik a kettő, hogy megosztották volna a receptet. Ez nem megy egyedül. Tehát ez nem olyan, mint tudod, a kisgyerek először csúszik, mászik, aztán egyszer csak feláll, és akkor a család megtapsolja. Ez mentorok nélkül abszolút nem megy. Nem fogunk tudni felállni, és várunk a tapsviherre, és soha nem fog jönni. Itt olyan logikátlan, és olyan érdekes régiók vannak ennek az útnak, így beletéve ebbe az útba, hogy azt nem fogjuk tudni egyedül csinálni. Igen, fontos az, hogy megkeressük azokat a forrásokat, ahol tényleg segítség van, amikor elakadunk. Tulajdonképpen az elakadás is sokszor egy építőkő lehet, nem? Amikor akár egy betegség jön, az lehet, hogy áruhába egy tanítás is akár, nem? Hogy, mindig. Mindig kapunk valami kis feladatokat, aztán még nagyobb feladatokat, és igen, ebből mindből építkezünk. Mint, tehát te is erre egy nagyon hiteles példa vagy, hogy rengeteg mindenen átmentél, és mindig tudtál felállni, és most olyan szinten csinálod ezt, hogy példaértékű, így tud segíteni nagyon sok embernek. Megvilágítanád azt, hogy a krisztusi tudatosság fényében hogyan működnek a kapcsolatok, az egészség, ezek hogyan működnek, amikor már valaki tényleg ezt így éli, akkor ezek hogyan működnek? Oké. Okay. A negyedik dimenzióban van az akasa.
A felső frekvencia sávban, az alsó sávban, a negyedik dimenzióban az asztrál sík. És a krisztusi tudatosság az arról szól, hogy ezt az akasát, ezt mi teljesen kitakarítottuk. Ez akár több tízezer történet, férfi-női, régi, valamilyen szinte konfliktus, háborús dolgok fel vannak oldva, és az asztrál síkon meg van oldva egy rengeteg ilyen nagyon-nagyon furinka és elég utálatos traumák. Akkor mi elérünk egy olyan krisztusi, ez a krisztusi tudatosságot, ami polaritásmentes és dualitásmentes. És ez azt jelenti, hogy nem látjuk a gond, nem az, hogy nem látjuk, hanem nem létezik, mert bennünk integrált a jó meg a rossz, a gonosz meg ez, meg a szerencsétlen és a sikeres. Egy sokkal magasabb szintről látjuk a dolgokat, és ez azért nagyon fontos, mert így tudunk csak tanácsot adni. Minden lépcsőfokot, minden dualitási polaritást meg kell élnünk ahhoz, és integrálnunk el ahhoz, hogy tényleg ne érezzük magunkat vesztesnek, ne legyünk betegek, ne legyünk késő tovább, és így tovább. A kapcsolatok a krisztusi tudatossági szinten nagyon mások. Az nem arról szól, hogy gyerekicsim, csináljunk szelfit a izébe, és felrakjuk a Facebookra, és akkor milyen szép barnák vagyunk, hanem arról, hogy eszmetlen felelősséggel jár. Tehát egymásért olyan szintű felelősséggel tartozunk, hogy hagyjuk a másikat az ő teremtői, isteni útján folytatni, de viszont mindig ott vagyunk. Tehát egy teljesen magasabb szintű, egy magasabb szintű felelősséggel jár, segítjük a másikat, viszont itt van egy nagyon érdekes dolog, és ehhez nincs hozzászokva az emberiség, hogy belemondani a másik szem, hogy figyelj, ez így nem jó. Egy olyan magasabb, egy olyan, egy átlag ember számára egy felfoghatatlan becsület kódexet kell nekünk nem csak tanúsítani, hanem élni, hogy ahhoz tréning kell. Tudod, mindenki megszokta, kicsit ide, kicsit többet, tudod, ez elcsenjük, rákenjük, tudod, mindig van valami kis hárítás, meg valami kis édes aranyos kis izé. Nincs. Amikor a krisztusi tudatosság és afölött vagyunk, az történik, hogy amit én csinálok, amit én gondolok, ami az én szándékom, az befolyásolja a 144.144-et. Ha én elkezdek becstelenkedni, sunyizni, tudod, meg ilyen dolgokat csinálni, akkor hirtelen a kvantum mezőn keresztül a 144.144 felveszi a rezgés, és lejátszák. Így nem fogunk emelkedni, így megöljük magunkat. Az emelkedett földnek az a lényeg, hogy egy új, egy igazi, tiszta becsületkódexet kell visszateremtenünk, ami nem csináltunk. Én nekem rengeteg vaj volt a fülem mögött, én rengeteg őrültséget csináltam, rengeteget kellett takarítani, de nem játszom a szende szűz, csak azt mondom, hogy miután már integráltam magam, egy teljesen más rezgésben vagyok, és egy teljesen más felelősség tudattal bírok. És ez nem csak magamért, meg a páromért, hanem a kollektívért és az emberekért is nagyon fontos tudni. Hát itt már nem csak önmagadért dolgozol, hanem minden emberért, hiszen mindenkivel össze vagyunk kapcsolva. Hát ezért nagyon kellene vigyázni arra, hogy miket bocsátunk ki a tudatmezőből, mint egy injekció, ez olyan a gondolataink, ugye, meg a milyen érzések, amikkel ugye teremtjük a valóságunkat, hogy miket injekciózunk a tudatmezőbe. Erre nagyon tényleg fel kellene hívni a figyelmet, ugye, az embereknek, hogy ez nagyon fontos. Igen, említettem, ez egy nagyon fontos szó az emelkedett világban. Nekem is új volt, jó pár éve, majd a mentorjaim fel nem hívták a figyelmemet rá, a becsületkódex. Amit az emberek nem fogtak fel, és ez most már millió évek óta, meg milliárd évek óta, meg millió inkarnációk óta tart, hogy minden gondolat, minden szándék és minden cselekedet fel van véve. Tehát nem ezek a security kameráktól kell félnünk, hanem a saját gondolatunktól, amik nem voltak egyenesek. Minden fel van véve. A 2022-es év volt a visszatérés éve. Most ezt angolba fordítottam, lehet, hogy nem a legtöbb, az a year of the return. Tehát minden, amit mi millió évek óta az elménkkel tudattalanul vagy tudatosan toltunk ki, az visszajött. Olyan, mint mikor egy medencébe bedobunk egy követ, és akkor mennek ki a hullámok, és megüti a medence szét, és visszajön, és mi vagyunk itt középen, és minden visszajött.
Azért van ez a nagyon sok információ, amit az emberek most egy kicsit úgy kapkodják a fejüket, hogy ez honnan jön. Ez onnan jön, hogy több millió évig mi a tudatlanságunkkal tápláltuk a kvantummezőt, és ez most azért jön vissza, hogy egy, jöjjünk rá, másik, tanuljuk meg kitisztítani az elménken keresztül, és így tudunk egy paradicsomot megteremteni a régi rossz rezgések nélkül. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha magunkban, ami feljön, azt elengedjük. Ez egy nagyon érdekes mechanika. És mivel az emberek nem voltak tudatában annak, hogy a mi kis, tudod, vicces, trükkös gondolatunk az elment, még több trükköt okozott, még több trükkösséget, és akkor visszajön, és már csalásként jön vissza. Lopásként jön vissza. Bántásként jön vissza, és ezért kell a nagyon finom gondolatokat is integrálni, semlegesíteni, és ezzel kerülünk be ebbe a mezőbe, ami a krisztusi tudatosság, ami azt jelenti, hogy felelősséget vállalni, felelősséget elvárni a másiktól. Mikor Krisztus is megrázta a fügefát, ott van a nap, ott a föld, ott az erő. Mi a kifogásod? Állj lábra, él. Tehát nekem is ez a dolgom. Na most ez nagyon nehéz volt. Mert amúgy én olyan vagyok, hogy én el vagyok, én vitorlázok, én hajakozok, én el vagyok, tudod? Tehát igazán nekem nem volt az a stílus, egy kis csöndes skorpió voltam. Tudod, hogy figyelj, de meg kellett, mert ez elvileg erre iratkoztam fel. Tudod? Na most ezt nem utálatosan kell csinálni, de nem esik mindig jól, de egyre inkább jól kell, hogy nem mondom, hogy jól kell, hogy essen, hanem egyre inkább ez fontos lesz. Nem látjuk az erdőnket a saját fánktól. Nem látunk ki a fejünkből. Na, igen. Hát ez nagyon visszatükröződik a mai világban, hogy az ébresztő. Tehát itt az ébresztés ideje mindenkinek. És egymás kezét megfogva, azt hiszem, hogy ez így lehet leginkább, hogy együtt menni. Igen? Tényleg nem megy egyedül. Tehát tudod, én is mondtam, hogy szépen te is mondtad, hogy meg kell fogni egymás kezét. Nem látjuk a saját mintáinkat. Igen. Vagy a mintát. Ja. Ezen felül beszéltél, van a megismerhető létségon túl ugye a polár krisztusi tudatosság, erről is meséltél egyik videódban. Igen. Erről még mondanál, hogy ezt egyáltalán szavakkal ki lehet fejezni, mi az, amit tudsz erről? Az ötödik dimenzióba való belépésnek a minimum elvárása az volt, hogy krisztusi tudatosságon legyen az ember. Ez azt jelenti, hogy polaritásmentes, kitakarította a hiedelemvilágát, nem vallásos hiedelemről beszélek itt, hanem tudod, a furinka, önbántalmazó hiedelmek, meg a másokról alkotott vélemény, az is a hiedelem, és az árnyvilágunk, és az összes belső diszonanciának a takarítása. Na most, mivel ezt nem mondták el nekünk szépen, és a régi humán 1.0-ás meg kiröhögte az igazságot, elég rossz állapotban van most az emberiség. Szonyával való videómban említettem, hogy egy kicsit az égek azt mondják, hogy jó, hát tényleg térkép nélkül mentek el otthonról, kicsit lejjebb visszük a létszert, tudod? Na és most már így a... Lehet lejjebb vinni. Hát az elvárás, a létsz az elvárás, tudod? Tehát az emberek nagyon alul teljesítettek, mert ugye a többség nagyon-nagyon nagy tudattalanságban szenvedett vagy volt. Ennek megvan persze maga a spirituális oka, de az a baj, hogy azok, akik még mi tudtuk, hogy abba ott az igazság, nem mertük bevállalni, mert a tömegek kell ez ellenkezett. Tehát a mi bátortalanságunkat befolyásolta a nagy hang, azaz a többség. De a többség azt tudott te is, hogy ez nem az igazságot képviselte. Hát ez lett volna az alapelvárás, a krisztusi tudatosság. E felett nagyon sok más, meg magasabb tudatossági szint létezik. A szolár krisztusi tudatosság az, mikor a mi szabad akaratunkat is feladjuk, és tényleg csak a teremtőt szolgáljuk, azon keresztül az emberiséget szolgáljuk. És ehhez nagyon-nagyon tiszta elmével kell, hogy rendelkezzünk. És ez nem megy bukdácsolás nélkül. Én is nagyon sokat bukdácsoltam. Tehát én több tízezerszer, százezerszer elbuktam. És ez nem azt jelenti, hogy kudarcot vallott, hanem olyan félelmekkel találtam magamat szembe, olyan megpróbáltatásokkal találtam magam szembe, hogy azon tényleg át kell dolgozni magam. Amikor én azt mondom, hogy átdolgozom magam,
akkor az nagyon precíz tudással és technikával volt csak lehetséges. Ez visszatér a te előző kijelentésedhez, vagy kérdésedhez, hogy tudod, hátradőlünk a hintaszékbe, és azt hiszük, hogy minden megoldódik magától, és nem. Semmi nem múlik el, semmi nem oldódik meg magától, ugyanúgy, ahogy a több trilliárd, meg quadrilliárd, meg nem tudom, úgy meg quadrillions, tehát egy gondolatunk, az jön vissza. Minden fel van véve, és csak a belső munkán keresztül tudjuk semlegesíteni ezeket. A szólalkrisztusi tudatosság nagyon-nagyon sok olyan képességgel és ajándékkal jár, ahol te feltetted a kérdésbe nekem még, de lehet, hogy mit megválaszolom, az, hogy idősíkokat tudunk mozgatni. Ez azt jelenti, hogy idősík azt jelenti, hogy valamilyen szintű életvitelt vagy a lehetőség csomagokat tartalmaz egy idősík. Ez azt jelenti, hogy én most úgy döntöttem, hogy én mérnök leszek, amit úgy döntöttem annó, akkor ezen az idősíkon, ezen a mérnök idősíkon ott vannak az egyetemek, ott vannak bizonyos vállalatok, ott vannak bizonyos lehetőségek. Abban a pillanatban, amikor mi egy döntést hozunk, egy kvantum idősík törés keletkezik, és átváltunk, mint egy másik sávba, és abban a másik sávban más idősíkon leszünk, más lehetőségekkel, és más szűrőkkel rendelkezünk. Tehát ez a szólalkrisztusi tudatosság ezeket az idősíkokat úgy tudja mozgatni, hogy távból is meg tudunk teremteni olyan lehetőséget magunknak, meg másoknak, ami nekik, hogy mondjam, kell, vagy szükséges, és el tudunk tüntetni olyan lehetőségeket, amik mi nem szeretnénk, azaz veszélyesek. És említettem ezt már, hogy ahogy minket tréningeztek, most már tizenvalahány éve, ez a régi rendszernek nem tetszett. Ez veszély volt a felszínes, mátrixi, ego, ördögi világra, és megtámadtak és fenyegettek minket. Megfenyegették a gyerekeinket is. És akkor ez az idősík mozgat olyan, hogy bum. Tehát én már tudok olyan technikákat az elmén keresztül, hogy az abszolút ez a típusú támadás egy megszűnjön, kettő létre se jöhessen. Tehát igazán vissza az előző kijelentésünkhöz, az igazi védelem az a tiszta elmében van. Mindenki tudod, aki traumatizált, én is eszméletlen annyi bajom volt, hogy ne tudd meg, mindig a külvilágban keressük a védelmet. De a belső elme mozgatja a testet. Az irányítja és az teremt, szeretjük vagy nem, ez így van. És most igazán, hogy minél tisztább az elme, annál nagyobb védelmet kapunk az univerzumtól, a teremtőtől, és így tovább. Tehát most egy nagyon fontos rész jön majd a Föld történetében. Látszik, hogy például Olaszországban milyen cudar viharok vannak. A Föld most polarizálódik vissza. Áll vissza a régi, azaz a hagyományos felállításához. A toroid mező, ami eddig invertált volt, ugyanúgy a mi testünkben, a mi toroid mezőnk, az a természettel megegyezik, azaz párhuzamba van. És most az történik, hogy megvolt a mágneses pólusváltás. Júni 18-án a jelenleg számunkra látható természet és föld, ahogy ismerjük, Olaszország, Magyarország, Amerika, Európa, tudod, ez az egyik polaritás, és van egy másik polaritás, ami lent van a tenger alatt. Ott vannak piramisok, hegyek, és ez a kettő most helyet cserél. És ezért az új világ, az most, ahogy kijön Atlantis, megjelenik majd, megjelenik akkor a Lemuria, meg ezek a régi társadalmak, és a jelen számunkra ismerős föld meg el fog tűnni. És ezt csak úgy fogjuk túlélni, hogyha belül megyünk, és takarítjuk az elmét, és ezzel a mágneses pólusváltással lépést tartunk, ami azt jelenti, hogy gyógyítsuk meg a férfi energiát, a női energiát, a traumáinkat, és vállaljuk be az életcélunkat. Hőkövető rakétánk. Igen. Mindenkinek van egy hőkövető rakétája, és igen, valóban fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hogy
nem csak azért jöttünk ide a Földre, hogy együnk, ígyunk, ügyes, tehát az alap dolgok, hanem egy kicsit magasztosabb feladataink is vannak, amiről ugye mit mesélsz. Igen. Engem nagyon megérintett, most eszembe jutott a gyógyulj fénysebességgel, szeresd az életet, ez a videód. Fantasztikus volt, tehát akkor találkoztam veled így az éteren keresztül. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ilyet még nem tapasztaltam. Tehát amiket így elmondtál, most így eszembe jutott, hogy ebbe a videóban mindezek a hát technikák mondható, mert így benne vannak. Tehát olyan hatással volt rám, nagyon erős volt. Tehát lelkileg nagyon-nagyon megérintett. Nagyon, nagyon érdekes ez a... Ja, az egy segédeszköz. Tehát tudod, a gyógyulásban a tudatalatti, meg a tudattalan, az két külön régió. A tudatalatti az kicsit följebb van, a tudattalan meg lejjebb van az óceán alján. Több millió réteget kell meggyógyítani. Ebből 10 000 nagyon fontos, a többit meg idővel. Tehát mikor meggyógyítjuk a 10 000-et, már tényleg jól vagyunk. És akkor jönnek föl kis, pici, tudod, ilyenek, olyanok, akkor azt is megoldjuk, tudod? És az a lényeg, hogy minél több mindent megoldunk, annál tisztábban gondolkodunk, és annál egészségesebb vagyunk, és annál nagyobb, és ez a lényeg, tudatossággal rendelkezünk, ami nem csak azt jelenti, hogy mi marha fasz a gyerekek vagyunk, nem azt jelenti, hanem olyan hozzáférhetőségünk van a Teremtőhöz, hogy így jön a válasz. Tudod, nekem is valami fáj, meg valami följött, nagy Isten, ős történelő kollektívból, 3-4 másodperc alatt meggyógyítom. Nincs probléma, nincs. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én lebegek, tudod, egy lufiba, és teljesen gond, idézve gondmentes az életem, hanem nincs megoldhatatlan gond. Tulajdonképpen olyan képességek nyílnak ki, ugye? Amit eddig nem is gondoltunk. Persze, nagyon hát erős lények vagyunk. Ezzel tudsz beszélni, mert ugye vannak ilyen képességek. Esetleg erről tudsz mesélni még a képességek, amik itt kinyíltak, hogy ez hogyan jelent meg az életedbe, ez egy úgy hirtelen, vagy egy fokozatosan nyílt ki ez a különleges képességek? Igazándiból is, tehát azt jelenti, hogy voltak olyan képességeim már gyerekkoromban, amitől én megijedtem, vagy amit kicsúfoltak, vagy amit kinevetek, tehát azok visszajöttek, és én visszafogadtam. Tehát van egy ilyen rész, ha hogy tudod. Hogy, hát én, de miért? Mert ugyanúgy tudod, ott van benned is, meg másokban is. Tehát rengetegünket kigúnyoltak, kinevettek, mert igazán olyan képességekkel bírunk, ami tök normális. Azt is tudni kell a képességekről, és most válaszolok a kérdésedre, hogy bizonyos képességeket minket szándékosan, vagy bizonyos képességeket szándékosan elnyomtak bennünk. Tehát mi most már itt vagyunk már nem is tudom hány, 10 000 éve, 20 000, 100 000 éve, millió éve, és minket fentről nagyon finoman irányítanak és védenek. Egy és egy módon tudjuk elszúrni ezt a védelmet, hogy arrogánsak vagyunk, hogy nem figyelünk az intuíciónkra, és csak egóból táplálkozunk. Most ebbe a csapdába beleestünk, eltaknyoltunk, erről tudod. Tehát ezt kell kitisztítani, hogy elhittük a rosszat, hogy belementünk a csapdába, hogy tudod, és stb. Stb. De azt mondtam már egy páratoknak, hogy, vagy pár embernek, hogy a Teremtő nem azt kéri, hogy mi vaníliafagyit áruljunk, és szendeszűzként lebegjünk, hanem éljünk meg egy csomó tapasztalatot, de gyógyítsuk meg. Mert minél több dologra rálátunk, és minél több dolgot tapasztalatunk, de minél több dolog gyógyult bennünk, akkor leszünk megbízhatóak. Azért, hogy nem lehet minket, tudod, átverni, nem lehet minket kihasználni, egyenesek tudunk maradni még a kihívás közepette is, mert már nincs szükségünk megalkuvásra. Ez is a minimum tisztítatosság. Ilyenkor egy belső tudásból megy már az ember, tehát nem a külső, hanem a belső tudásból, ugye? Igen. És ez azért fontos, mert ahogy mi nem tudtuk millió évig, hogy minden gondolat, minden szándék, minden cselekedet fel van véve, és lehet, hogy csak ekkora trükk volt, de oltári háborúkat okoz egy ekkora rossz gondolat.
Most ezt szorozd meg a trilliárd, milliárdnyi lélekkel, meg emberrel, aki ezen a földön élt, és mindenki csak beledob egy pici követ. Tehát ott izé lesz, oltári, a vihar lesz, és ez van most. Már a tiszta elmével már rendíthetetlenek vagyunk, mert tudjuk, és ez is fontos, Marci, tudjuk azt, hogy mihez vezet egy rossz gondolat. Igen. És ez nem azt jelenti, hogy nincs rossz gondolat, igen, hanem azt elkapjuk. És angolul van egy ilyen, azok, akik a Kevin Trudeau-t ismerik, ha valami rossz gondolat feljön, ezt angolul, ezt úgy semlegesítették eddig, akik ismerték, hogy cancel, cancel, delete. 17 másodperce van, amíg az a gondolat kimegy a kvantummezőbe, és ha az alatt elkapjuk, akkor semlegesíteni tudjuk. Tehát nem az a lényeg, hogy ne legyen rossz gondolat, hanem mikor azt mondjuk, hogy és akkor cancel, cancel, delete, majd ezt föliratozom, hogy csak, hogy lássák az emberek, majd... A kellő időben azonnal, tehát egy éberséggel ehhez gondolom. Itt semlegesítünk. Kérlek, tehát semlegesíts, vagy töröld talán ezt a gondolatot. Ezáltal megáll, tehát tudod, ez olyan, mint mikor eldobunk valamit, és akkor azt mondjuk, hogy nem, állj meg, és visszahozzuk szinte ilyen Jedi szinten ezt a gondolatot, és akkor ennek már nem lesz hatása. Az a lényeg, hogy egy magasabb tudatossággal nagyon tudjuk, hogy ez a millió gondolat, hogy ez mihez vezet, és ezt csinálom a coaching alatt. Valaki hozzám jön egy szimptomával, akkor már tudom 99%-os bizonyossággal, hogy milyen gondolatok voltak, milyen traumák voltak, milyen, tudod, történetekben volt részük, miket éltek át, és akkor azokat meggyógyítjuk, az érzelem és a gondolat semlegesítődik, a test meggyógyul, a kvantummező tisztul, és mindenki jól jár. Mindenki. Tiszta elme, tiszta szív. Igen. Tulajdonképpen. Igen, igen. Igen. És hirtelen, ha nem jut eszembe most semmi más, mert annyira kiülesedett minden, hogy így a vége fele, ha bármit üzenhetnél az embereknek, az mi lenne? Ha bármit most, itt és most, mit üzennél az embereknek? Oké. Okay. Én bekapcsolódok, és ezt fentről lehozok, vagy letöltök valamit, igen, jó? Aki belül érzi ezzel az üzenettel az összhangot, még akkor is, ha fél, hallgass a szívedre, és ne az elmédre, ne a régi traumákra. Vállald be magad, nem vagy egyedül. Van segítség, vége a harcnak, szükség van rád. Szeretünk, és melletted állunk. Köszönöm szépen, megcsodálatos szavak. Én bízom benne, hogy mindenkinek ad valamit. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Robi. Én is köszönöm. Kívánok neked további szép napot. Oké. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia.